Sziasztok! Őszi-téli kesztyű választásban, illetve ilyen nyak szélvédelem megoldásban szeretnénk nektek tanácsokat adni. Ezek nem új termékek, amiket hoztam, hanem én ezeket használom, és tapasztalat alapján igyekszem elmondani azt, hogy én milyen kombinációkat használok. Jellemzően ugye sok vásárló, meg mi magunk is ugye azzal próbálkozunk, hogy hát egy szedből megúszni ugye az egész sztorit a hideg idő alatt is, de ez azért ugye nehézkes. Jelenleg reggel ugye ilyen 5 fok van, napközben meg ugye azért ma-holnap felmegy ilyen 10-12-re, úgyhogy a kettő között azért jellemzően nagy a hőkülönbség, attól függ ráadásul, ugye, hogy motorozunk. Persze bejönni a munkával azt aránylag ki lehet bírni, de például ha reggel elindul az ember valahova egy kicsit motorozni, nagy Isten esetleg ugye terepre kimegy ilyen időben, ugye ez a mókajáték szokott inkább előjönni, akkor napközben ugye meleg tud lenni a téli kesztyű. Én ezt a viseltes kétújas téli kesztyűt használom télen. Sokáig ez az egy volt, és ez egy próbájker kesztyű, nem a legdrágábbak között van, nem is tudom, ez hipora membrán van benne, tehát semmi extra igazából. Télre nagyon jó, a tél alatt értsd azt, hogy körülbelül olyan 0 és 5 fok körül egy kis kormány markolatfűtéssel megtámogatva baromi jól lehet benne motorozni. Viszont ebbe a 10-12 fokban napközben mondjuk, ha egy kicsit endúrózik az ember, hát ebbe rettenetesen beleizzad. Ugye az ilyen kétújas téli kesztyűnek ugye az előnye az, hogy a két-két új ugye egymás mellett van, és a saját testhővel ugye melegíti azt, úgyhogy egy rettentő jó kesztyű, de mint mondtam, ebbe a 12 fokba ez már sok. Ugye jellemzően az összes téli kesztyűnek nem nagyon van protektorozottsága, tehát itt valami kis gumíros, szivacsos valami van, úgyhogy szintén védelem tekintetében azért nem nyújt 100%-ot az ilyen kesztyű. Illetve hát ugye az összes téli kesztyű az bumfordi, főleg ez a kétújas, úgyhogy ezzel GPS nyomogatni, vagy esetleg valamit állítgatni a motoron nem olyan egyszerű. Úgyhogy ezt idén még nem is hordtam, nem volt olyan hideg. Ennek a szezonnak a vége fele, tehát nyár végén, amikor jött úgymond az ősz, a hűvösebb idő, vettem ezt a Rebelhorn Patrol kesztyűt. Ebből a Rebelhorn Patrol kesztyűnek kétféle verziója van, ez a sima, tehát ez itt felül textil a tenyere meg bőr, illetve létezik egy VP-s verzió, ugye ez a waterproof vízálló, abban egy az egész kesztyűben ugye belül egy ilyen integrált Sympatex membrán van. Ugye a Sympatexről azt kell tudni, hogy nagyjából itt a Gore-Tex alatt helyezkedik el a minősége, mind vízállóság, mind szellőzés szempontjából, és ha jól emlékszem, talán a szellőzés tekintetében még jobb mutatókat is eredményez a Sympatex. Na de ez egy sima patrol, tehát ebben nincsen membrán. Ezt ugye azért vettem, mert a nyári kesztyű ugye rövid, ez meg ugye hosszú, tehát őszre tökéletes lesz, lehet benne fogni, működik a GPS vele, illetve a telefon, az még egy kis extra, hogy van rajta ilyen plexi törlő gumi, és egy nagyon kényelmes, jó kesztyű, rendes protektorok, úgyhogy marha jó. Ám viszont reggelente, amikor ez az 5-7 fok van, és vagy elindul az ember hosszabban motorozni, vagy pedig munkába jön, ez már azért kevésnek bizonyult. Hiába a markolatfűtés, az ugye a tenyeret fűti, meg az én motoromon hiába van kézvédő, ami ugye egy picit azért a szelet eltereli, de ennek ellenére ugye az embernek az ujja végei azért igencsak fagytak le. Én nem akartam ebből VP-s verziót, pont azért, mert napközben mondjuk, ha kimegy az ember 10-12 fokba motorozni, na ott már meleg lesz a VP-s, és beleizzad, akármennyire is szellőzik. És ekkor jött a rettenetes ötlet, ugye, hogy van nekünk ilyen Vanucci aláöltöző kesztyűnek hívják. Ez egy Sympatex-es szélvédelemet adó aláöltöző kesztyű.
Azért csak szélvédelmet, mert bár ugye a szimpatex az víz és szélálló és lélegző, ennek csak itt a felső részében van szimpatex beleintegrálva, tehát igazából az innen a kormányról jövő menetszelet fogja fel. A tenyér részen csak egy sima ilyen, hát nem is neoprén, de ilyen textil anyag van, ugye teljesen rá megy az ember kezére, és itt jött ugye a nagy kombináció, hogy ezt a kettőt így meg lehetett oldani, hogy egy ilyen extra réteget kap, ugye réteges öltözködés a hidegbe, illetve ugye a felső rétegen ugye a szimpatex véd a széltől. Reggel tökéletesen jó, megmarad ugye az embernek az ujja, működik vele a GPS, lehet két ujjal ugye rendesen kuplungolni, fékezni. Viszont amikor napközben jön a melegebb idő, vagy az ember kimegy ugye terepre, és mint szoktam mondani, ugye elönti a hőhullám, mert valamit meg kell oldani, akkor ez egyszerűen ugye szétválasztható, mert ezt szépen leveszem, zsebre vágom, és marad ez a kesztyű, amiben sokkal jobb azért így egy rétegbe a fogás. Úgyhogy ez az idei megoldás, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a kombinációval azt hiszem, hogy egy ilyen vízálló, integrált vízálló őszi-tavaszi kesztyűt kiiktattam a sorból, és nem kell egyszerűbb napközben ugye ezt levenni, fölvenni a hőmérsékletnek megfelelően. Ugyanez a sztori előfordul egyébként a nyak szélvédelme esetében is. Ugye például ez egy ugye a Brogger márkájú csősál, ami egy picit egyébként vastagabb anyagból van, de ezek ilyen gumírozott, hát ilyen sejem műszálas technikai anyagok, úgyhogy igazából bogár, meg ilyen szélfogásra van, nem feltétlenül nagyon a hideg ellen, tehát ezt ugye inkább tavasszal, ősszel érdemes használni. Ugyanaz a probléma merül fel, mint a kesztyűnél, ugye, hogy amikor az ember esetleg napközben motorozik, akkor ugye nem feltétlenül kéne, reggel azért kell. Ez egy elég hosszú példány a csősálak közül, úgyhogy a felhasználási megoldásai végtelenek, amellett, hogy ugye csak a nyakunkra tudjuk tenni, ugye egy olyan megoldás is létezik, hogy mint az IT belebújtatjuk a fejünket, tehát tulajdonképpen csak az arcunk látszik ki belőle, itt egész a fejtetőn rajta van, arra jön rá a sisak, és akkor annyira lefogja itt a árészt, hogy nem fog bemenni a szél, de ha úgy alakul az időjárás, hogy az már egy kicsit sok, akkor csak simán lehúzzuk a fejünkről, és marad a nyakunkon, és tökéletesen lehet módosítani a szélnek, sebességnek, illetve a felhasználási területnek. Egy kis trükk a hölgyeknek, főleg akinek hosszú haja van, és fél a sisak felvételétől, hogy húzza a haját. Hölgyek szokták azt csinálni, hogy ugyanígy felveszik, úgymond ráhúzzák a fejükre, hogy csak az arcuk látszik ki, az ugye lefogja, összefogja, akinek nagy a haja, sisak föl, és utána ki lehet cibálni a sisak alól, és ez is egy megoldás, hogy ne kelljen a hajjal vacakolni. Amikor már hideg van, és nem elég a csősá, ugye akkor jönnek ezek az ilyen kámzsás, fejet is takaró, egész a mellkasig leérő, hát mi ez, kámzsanyakú fej. Mi ez, Dani? Fej, mi ez? Maszkok, igen, téli maszkok. Ez éppen egy rukka. Itt látszik, hogy a fejrésznél technikai anyag, tehát ez jól szellőzik, ugye, illetve nagyon vékony, tehát a sisak méretét nem befolyásolja, és egészen lejön ide a mellkasig. Ez ugye vízálló, ez ugye szélálló, ilyen mint stopper anyagból van, tehát abszolút nem fúj be a nyakhoz a szél, és még ugye itt a mellkas részen is, ami általában az jellemzően a plexi idáig véd, ugye ide kapja az ember a szeret, attól függ, mekkora a plexi a motoron. Ezzel is lehet úgy játszani, hogy reggel fölveszük ugye a fejünkre, tehát klasszikusan ugye csak az arcunk látszik ki, akár föl lehet húzni a száj elé is, ugye ha nagyon hideg van, viszont ha csak ezt visszük magunkkal, akkor napközben megoldható az, hogy a fejről levesszük, és ugye a fej anyaga az ugye itt ilyen sálként fog funkcionálni, de a mellkasunkon rajta marad ez a windstopper rész.
Úgyhogy körülbelül ezzel a kombinációval ezt a nullától 10-12 fokig való motorozást kesztyű, illetve ilyen nyaksár tekintetében egész jól ki lehet legózni. Főleg ugye ősszel jellemző az, hogy reggel baromi hideg van már, de ha följön a nap, akkor egész emberi a hőmérséklet, tehát egy ilyen nagyon téli szedben napközben meleg lesz, és vice versa, ha délbe indulunk el, és este lemegy a nap, akkor fázni fogunk hazafele. Egy ilyen csősál, meg ez a kis kesztyű, ez szerintem mindenkinek a motorjába is befér, de olyan kabát nincs, aminek a zsebébe ezt ne lehetne összehajtogatni, még ha nem akarunk vinni extra táskát esetleg egy rövid motorozáshoz. Remélem tetszett ez a kis használt teszt, ami tapasztalatokon alapszik. Kérlek, lájkold ezt a videót, illetve iratkozz fel a csatornánkra, mert minden héten új tartalmat nyomunk. Sziasztok!